Szia! Próbáltál már valamilyen módon puskalámpát csatlakoztatni a fegyveredhez? Kecskés Robi vagyok a Cigner Akkártétől, és hadd mutassak be számodra néhány olyan fegyver, fegyverlápa rögzítési módot, amelyel korrekt módon, különösebb szórás növekedés nélkül tudsz fegyverlámpát csatlakoztatni a vadászpuskáthoz. De milyen lámpacsatlakoztatási rendszerek is léteznek? Ugye az egyik legrégebbi és talán legismertebb csatlakoztatási rendszer, amikor a túsba van beépítve a lámpának a foglalata, úgynevezett villásdugóval, régi fegyvermester által készített, általában akkumulátorral működő lámparendszerek. A ledes lámpák egyik leggyakoribb rögzítéses módja, ez a kengyeles módszer, amit itt látsz a kezembe, tulajdonképpen egy Weaver kengyelt rögzítesz a csőhöz. A Weaver kengyelhez csatlakozik egy Weaver gyűrű, a gyűrűben pedig meg tudod szorítani a colos külső átmérőjű fegyverlámpádat. Na most ennek a rendszernek a legnagyobb hátránya az, hogy összeadódnak a tömegek, tehát a lámpádnak van egy 200-300-350 g tömege, ennek a szereléknek is van egy 100-150 g-os tömege, ez a tömeg összeadódik, jól megtéped még ráadásul a csövön a kengyelt, és tudsz okozni 100 méteren akár 25-30 cm találati eltérést is, vagy megnövekedett szórást. Tehát direkt módon soha ne rögzítsd ezt a kengyelt a vadászpuska csövéhez, ha már ilyet szeretnél használni, akkor használjál a cső alatt valamilyen gumi gyűrűt, vagy bicikli belsőt, amit ki tudsz vágni és be tudod rakni konkrétan a kengyel alá. Ezzel meg tudod akadályozni azt, hogy nagy mértékben elhangold a vadászpuskád csövének saját frekvenciáját, így megnöveld annak szórását. A másik nagyon fontos dolog ezekkel a szerelékekkel kapcsolatban, és ez egyébként igaz mindenféle puskalámpa felszereléséhez is, hogy érdemes leellenőrizni felszerelt állapotban, tehát lámpával felszerelt állapotban a fegyvert, lövés közben, azaz kimenni a lőtérre, és felszerelt lámpával tenni néhány lövést. Nagy meglepetések lehetnek ebből, hisz ahogy mondtam, akár 100 méteren, hogyha hibásan van felszerelve a lámpa, netán a lámpa még hozzá is ér a fegyvertusához, tehát gyakorlatilag megszűnik a tusa és a fegyvercső közötti hézak, hiába van megfelelő rész, a cső és a tusa között. Tulajdonképpen a lámpánál csatlakozni fog a cső és a tusa, tehát komolyabb szórás növekedéssel tudsz számolni. Tehát az egyik megoldás ez a kengyeles rendszer. Az újabb fajta megoldás az ugye a mágneses lámpaszerelék. Az ügyfeleim legnagyobb félelme az szokott lenni, hogy hát ez valamilyen módon lövés közben leesik a fegyverről. Hadd mutassam be, hogy egy átlagos, nem rozsdamentes csövöm. Ez tulajdonképpen nagyon komolyan, nagyon komoly erővel rögzül. Ez azt jelenti, hogy a levételhez azért neki kell kapaszkodnom, tehát egy átlagos középkaribernél ez nem okoz problémát, nem fog leesni a puskáról. Tehát középkaliberek fölött, például a magnum sajnos igen előfordulhat az, hogy lövés után mondjuk egy 8x68-asról leesik a lámpa. De az elsősorban azoknál a lámpáknál szokott előfordulni, ahol igen nagy a tömeg, igen nagy a lengő tömeg, azaz ha 300-400 g-os lámpákról beszélünk, ez esetben sajnos tényleg előfordulhat, hogy lövéskor leesik a lámpa, vagy elmozdul a lámpa a helyéről, és a második lövéshez már nem ad megfelelő irányban fényt. Tehát mindenféleképpen érdemes ezt, ezt is lőtéren megvizsgálni, hogy okoz-e, találatertérést. Általában egyébként ezek a mágneses szerelékek okozzák a legkisebb eltéréseket, de azért mindenképpen javaslom, hogy ellenőrizz le, hogyha ilyet vásárolsz. Másik félelem, hogy ezek a szerelékek nem működnek például rosdamentes puskákon. Hát itt most bemutatnék egy konkrétan rosdamentes csövű Remington -t. Ugyanúgy feltapad a Remington csövére, amely rozsdamentes anyagból van, minthogyha szénacél lenne, és körülbelül ugyanazzal az erővel tudom levenni a mágneses szereléket, tehát ugyanúgy használható ilyen típusokon is. Amin biztosan nem használható a mágneses szerelék, illetve a csőre rögzíthető szerelék sem, az egyértelmű, hogy a stucni változatokon itt ugye sehova nem tudjuk feltenni. erre, erre van egy olyan megoldás, hogy tulajdonképpen ide a felső részére tapad föl a mágnes, és egy ilyen elalakban vezeti ki az adott gyártó a mágneses szerelékét, és úgy tudod rögzíteni. Választék szempontjából már nagyon, nagyon széles termékpalettával állunk szemben, gyakorlatilag a kínai gyártóktól kezdve, magyar gyártókon át nagyon sok cég gyárt már ilyen mágneses szereléket. Minden esetben ellenőrizzük azt, azt le, hogy a mágnes burkolte, azaz nem a fém a fémen érintkezik, amikor fölpattintjuk a csőre, azaz nem karcolja össze majd a puska csövünket. Tehát a harmadik dolog pedig az, hogyha a fegyverlámpát belehelyezzük a kengyelbe, és megszorítjuk, akkor biztosan és szilárdan összekapcsolódik-e a szerelékkel, mágneses lámpaszerelékkel. Ha ez így van, akkor tulajdonképpen ez az egyik legflexibilisebb módszer. Így, ahogy van, ezt beletehetjük a hátizsákunkba, nyilván arra vigyázva, hogy ne gyűjtse össze a különböző fémtárgyakat, illetve késeket, mert azra hajlamos, de, de külön akár kereső lámpaként is használhatjuk majd a fegyverlámpánkat. Remélem, hogy hasznos volt ez a kis videó a fegyverlámpák felhelyezéséről. Ha igen, akkor kérlek, oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel is. Kérlek, iratkozz fel hírlevelemre, illetve tekints meg YouTube csatornámat is. Köszönöm szépen, szép napot kívánok!